és egy technológiát bemutató gépe, a CR980-as. Ez a gép szinte az összes elérhető opcióval fel van szerelve, tehát mint látjuk, és az ilyen talajkörülmények és hát ilyen időjárási viszonyokban nagyon-nagyon bizonyító járószerkezet, ez a gumivederes, 28,5 cm, tehát 73 cm széles verzióban. Ez a járószerkezet hidraulikusan csillapított, tehát sokkal, sokkal komfortosabb vonulás és sokkal kíméletesebb a talajtömörítő hatása. Ugye még a legvékonyabb, tehát a 24 colos gumiheveres járószerkezet is több mint a kétszerese a talaj gyakorolt felfekvő felülete, mint a legszélesebb gumikeréknek. A Combine egy 8 soros csukható mellső szárzúzóval szerelt adapterrel dolgozik majd. Teljes GPS és hozam térkép és hozammérés opciókkal felszerelt. 12.500 literes a magtartálya, egy 13 literes FPT motor dolgozik a gépben, maximálisan 571 lóerő teljesítménnyel. Köszönöm, és indulhat a gép! Még a CR Combine-ra annyit szeretnék megemlíteni, hogy az ikerrotoros cséplési technológia legfőbb ismérve a nagy átteresztő képesség, valamint a kíméletes cséplés, köszönhetően az egyirányú termény a terményen történő cséplésnek.
Holland rotoros kombány, a Flegel ASV 261-es típus jelzésű letoló kocsijával ürít, ami a nevében hordozza különlegességét, mindenféle billentés nélkül a homlokkal mozgatásával végzi az ürítést. Ennek köszönhetően nagyon alacsony építésű tárolókban, illetve nagyon mostoha ferdett talajkörülmények között is biztonságos az ürítés, ugyanis mindenféle súlypont áthelyezés, tehát billentés nélkül képes a terményt vagy bármilyen más anyagot, amit éppen szállít, üríteni. A gazdaságunk legsokoldalúbb szállító eszköze lehet ez az ASV letolókocsi. Annak köszönhetően, hogy másfél-két órás szerelői munkával az itt látható kihordó csigás hátfal lecserélhető a standard, gyakorlatilag nagy térfogatú hátfal névre hallgató, szállító, kocsivá alakítható adapterként működő eszközre, illetve ugyanez a kocsi ugyanezzel a másfél-két órás munkával átalakítható egy hátfal cserével szerves trágyaszóróvá, amivel gyakorlatilag egy költséggel, tehát egy biztosítás, egy rendszám kifizetésével gyakorlatilag három eszközt kaphat a gazdaság. Ez a kocsi 650-es kerekezéssel szerelt, ami a legkedvezőbb talajnyomást biztosítja egy alsó bekötésű rúddal és kormányozott hátsó tengellyel. Pillanatnyilag az ASV letolókocsink egy DDK 240-es típusjelzésű Flegel 3-tengelyes, 3 oldalra billentő pótkocsiba ürít, ami 720 cm-es platóval szerelt, ami 230 cm széles. Három oldalra billentő, mint ezt már mondtam, 440-es kerekezéssel szerelt, viszont ezt a kocsit inkább a hosszabb távú közúti szállításra ajánljuk. Mindkét pótkocsi előtt a New Holland T7-es traktorszéria egyik modellével dolgozik. Elmondhatjuk erről a szériáról, hogy a New Holland legnagyobb darabszámú modell felvonultató szériája, hiszen a letolókocsi előtt a T7 245 autókommand hosszú tengelytávú erőgépünk dolgozik. Ez esetben az autókommand elnevezés egy fokozatmentes váltóművet jelent legfőképpen. Ez egy nagyon népszerű modell a palettánkon. A teljes fokozatmentes sebességkijuttatás egészen a minimális, mint egy 100 méter per órás előrehaladási sebesség, és az akár maximális 50 km per órás haladási sebességet jelenti. Ez egyébként, ahogy a New Holland összes traktormodelle, maga az elnevezés a maximális motorteljesítményt jelöli, ez egy 200 lóerős névleges motorteljesítményt jelent ennek a modellnek az esetében. Ez a traktorszéria egyébként a maga a T7-es széria magában hordoz egy rövid tengelytávú traktorcsaládot. Ennek egy modelljét láthatjuk a világon szőri pótkocsi előtt, a 175 autókombat modell, amely az egyik induló modellje ennek a szériának, a maga 125 lóerejével, de ez a traktorcsalád több mint 10 modellen áll rendelkezésre, full power shift, csoport power shift és az itt látható autókomban fokozatmentes váltóművel. Egészen 125 lóerőtől egészen 300 lóerős névleges motor teljesítményig kínál erőgépeket gazdáink számára. Most érkező erőgép hosszú tengelytávú típus. Ez azt jelenti, hogy gyárilag megtalálható benne a hidrolikus előkészítés a robotkormányzáshoz. A kabinban elhelyezett New Holland standardizált felszereltségű előgép.